Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Látószög magyar nyelvi magazinműsorunk októberi adását látják. Ebben a hónapban is izgalmas témákkal várjuk Önöket. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A füleki városháza felújítása az ütemterv szerint halad. Határtalan megemlékezés Füleken. Nemzetközi diáktábor zajlott Füleken. A város vezetése idén is köszöntötte a jubilánsokat. Dalolj, míg élsz! Kórus találkozó volt Füleken. Fülekváros vezetése a Városi Képviselőtestület néhány tagjával együtt október 17-én ellenőrző napot tartott a Füleki Városházán, mely az elmúlt hónapokban építkezési területté vált. Az önkormányzat a felújítási tervből 2,5 millió euró támogatást nyert a történelmi épület teljes körű megújítására. Az ellenőrző nap célja, hogy az önkormányzati képviselők is megtekintsék, milyen munkálatok zajlanak az épületben, és átvegyék azt, melyek azok a tételek, amik az energetikai projektben nem fértek bele, de szükséges az elvégzésük. Ilyen például a tetőtéri kisülésterem kialakítása, vagy a légtechnikával párhuzamosan egy klimatizációs rendszer kiépítése. A megjelenteket a kivitelező képviselő kalauzolta végig az épületben. Jó hír az, hogy nagyjából minden az ütemterv szerint halad. Az imént a kivitelező képviselője deklarált, hogy körülbelül tartják azt az időpontot, amit leszerződtek. Ez azt jelenti, hogy az projektből megvalósuló munkák jövő júniusra elkészülnek, és hát körülbelül úgy számolunk, hogy még egy 3 hónapot vesznek majd igénybe azok a plusz munkák, amiket menet közben látunk, hogy muszáj elvégezni. Ez azt jelenti, hogy valahol jövő szeptemberre készül el maga az építkezés, természetesen ezután jön még a használatba vételi engedélyeztetés, illetve a berendezés beszerzése, visszahurcolkodás. Szó esett azokról a technikai részletekről is, amelyek változni fognak a felújítás során. Miben lesznek mások az utcafronti történelmi ablak replikák, miben a belsők, ahol modernebb lesz a megjelenés, milyen szín kombinációk alakulnak majd ki, hiszen találtak szín maradékokat gyakorlatilag az ablak kereteken, tehát zöld ablakai voltak az eredeti városházának, illetve a vakolaton is az egyes felvitt színrétegeket megkutatták a tervező és a kivitelező közösen, és ebből próbálnak valamilyen az eredeti színekhez képest megfelelő szint felvinni. Nyilván itt azért a történelem során mindenféle színbe tündökölt ez az épület, és ebből próbálnak olyat megalapítani, ami a zöld ablak keretekhez is passzol majd. Jelenleg a homlokzati munkák zajlanak. Ezen belül a műemlékjelemek restaurálása, dolgoznak a tetőn, az udvaron, a belső térben, folyamatban van a vízvezetékek kiépítése és a szellőztető berendezés beszerelése. A tervek szerint a városi hivatal 2025 végén, 2026 elején térhet vissza a városházára. A Csemadok Füleki Alapszervezete idén október 4-én emlékezett meg az 1848-49-es szabadságharcban kivégzett tábornokokról. Az esős idő ellenére is szép számban érkeztek az emlékezők a Hősök terére, hogy a nemzeti gyásznapon leróják tiszteletüket az aradi vértanúk előtt. Az idei megemlékezésen a nemzetközi osztály diákjai és tanárai is részt vettek. Miről lehet észrevenni, amit nem akarsz észrevenni? Az eseményt rövid kultúrműsor kísérte. Rapi Lilla szavalt, Anderkó Sára és Balogh József énekelt, és ünnepi beszédet mondott Keresztes László Sepsiszentgyörgyről, aki a Kultúrák közötti kommunikáció a Kárpát-medencében című program egyik alapítója, a nemzetközi osztály tagja. A tanár úr beszédében felelevenítette a szabadságharc eseményeit. Jeles napjaink közül van egy, ahol nem táncolunk, nem ünnepelünk, hanem magunkba szállunk, és ismét fejet hajtunk azok előtt, akik egyenes derékkal álltak a kivégzés előtt. Október 6-án 12 tábornokot és egy ezredest végeztek ki. Ugyanazon a napon, október 6-án, hát kissé cinikusan, éppen a bécsi forradalom évfordulóján, október 6-án végezték ki az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyán Lajost is. Fekete Gábor a Csemadok területi választmányának titkára hangsúlyozta. A Csemadok nagyon fontosnak tartja, hogy minden évben megemlékezzen a magyarság ünnepeiről, legyen az víg vagy gyászünnep.
Csemadok, mint szervezet igyekszik a magyar kultúrát ápolni és továbbvinni. Itt a Felvidéken is a legnagyobb kulturális szervezetről van szó, és mint ilyen szervezet fontosnak tartjuk azt, hogy megemlékezzünk az ünnepeinkről. Vannak vidám ünnepek, vannak szomorúak, de ezekről is meg kell. Ilyen az október 6-ai, hisz az aradi vértanukra emlékezünk akkor. És fontosnak tartjuk, hogy a fiatalságot bevonva ők is emlékezzenek, és tudják továbbvinni a hagyományainkat, a szent ünnepeinket, és hogy megmaradjunk itt a Kárpát-medencének, a Kárpát-medencében magyarnak. Hozzátette továbbá, külön öröm volt a nemzetközi osztály diákságának fellépése, hiszen általuk minden anyaországtól elcsatolt terület képviselve volt. Így vált határtalanná az emlékezés. Téli pápos A műsort követően a város vezetése, a helyi civil szervezetek és intézmények képviselői az emlékezés koszorúival és főhajtással tisztelegtek a szabadságharc mártír halottai előtt. Az emlékezés a himnusz eléneklésével zárult. A Füleki Gimnázium adott otthont annak a nemzetközi tábornak, mely a határon túli magyar középiskolák összefogását tűzte ki célul. A 2000 óta megrendezett már több mint 50 találkozón a Kárpát-medence 6 országának 8 középiskolája dolgozik együtt, hogy az ott élő nemzetek és nemzetiségek megtalálják az egymáshoz vezető utat. És akkor azt mondom, hogy aj! Kérdezfelelek, improvizációs játékok, s mindehhez remek hangulat társult már az első napon, melyet az ismerkedésre szántak. A diákok kisebb csoportokat alkottak, és rövid előadásokkal is szórakoztatták társaikat. A tábort egy évben kétszer szervezik meg, helyszíne és témája pedig mindig változik. Füleken a kézművesség és az informatika került középpontba. Ennek jegyében zajlottak a kísérő foglalkozások. Nem struc, se nem emu, hanem az elefantmadar, ami körülbelül 400 éve kihalt, de csak Madagaszkár szigetén volt megtalálható. Ez pedig már a Rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, ahol a diákok megismerkedtek az intézmény alapítója, Fábri János életével, és megtekintették az állandó kiállítást. A szervezők minden nap más programmal készültek. A fő szempont azonban az volt, hogy megismerjék az adott régió történelmét, értékeit. Kihanypózó program volt annak idején, amikor elindítottuk. Úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy megismerje az anyaországi magyar középiskolás diák, hogy hogyan élünk mi a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Újvidéken. Viszont a programnak a másik célja az volt, hogy ne csak a magyar kapcsolatokat erősítsük, hanem mindig az adott országnak a többségi nemzetével és kultúrájával is megismerkedjünk. Amellett, hogy a helyi dolgokat felfedezzük azokat a dolgokat, amit tudom én a Felvidékről olvastunk, azt konkrétan felfedezzük, de ugyanakkor éppen olyan hasznos az, hogy egymás között ugye a hat országbeli gyerekek hát egymást is megismerik, tehát több szinten van ez a kapcsolatfelvétel. A program 2001-ben indult Magyarországról budaörsi kezdeményezéssel. Az őszi táborba 32 diák érkezett hat ország több településéről. Nagyon érdekes volt számomra megnézni, hogy itt Szlovákiában milyennek a mindennapok, illetve hogy milyen helyek vannak, és ez nekem plusz volt, hogy mondjuk családoknál aludtunk, és nagyon érdekes volt ez is kipróbálni. Nagyon jó a hangulat az egész társasággal, új barátokat ismertem meg, elsősorban Miskolcról, és remélem, hogy legközelebb is részt vehetek ilyeneken. Különféle helyeken vagyunk mindig, és más kultúrákat ismerünk meg, úgyhogy végül is mindannyian magyarul beszélünk, de hogy mindenki máshogy él egy kicsit, és hogy tudok világot látni. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldott imádság mellett mondják el szent neveinket.
A hét méltó lezárásaként az aradi vértanúkról is megemlékeztek. A műsorban a nemzetközi osztály résztvevői is felléptek. Az itt töltött idő alatt a diákok számos ismeretet szereztek a felvidéki kisebbségről, a határon túlélő magyarokról. Október 22-én a Füleki Városi Művelődési Központban fogadták a jubilánsokat, ahol Agócs Attila polgármester köszöntötte őket. Az idősek fogadásával véget ért az idősek iránti tisztelet hónapja rendezvénysorozat. Az októberi hónap mindig az idősek iránti tisztelet és a szépkorúaknak szánt rendezvények jegyében zajlik. A hónap utolsó eseménye az évtizedek óta megvalósuló jubilánsok ünnepsége volt. Hagyományá vált, hogy minden év októberében a város vezetése vendégül látja 75, 80, 85, 90 és 95. életévüket betöltött, vagy még az ez évben betöltendő jubilánsokat, és személyesen is felköszönti őket. A meghívottak száma idén elérte a 140 főt, október 22-én pedig 70 fő vett részt a két csoportra osztott ünnepségen. A Daxner utcai óvodások és a Művészeti Alapiskola növendékei ünnepi műsorral köszöntötték őket. A város polgármestere megköszönte a közösségünkért tett munkájukat, valamint sok erőt, egészséget kívánt nekik családjuk körében. Az idősek iránti tisztelet hónapja során nagyon sok aktív, szépkorúval volt módonban találkozni, főleg szerte a rendezvényeken, és minden esetben igyekeztem megkérni őket, főleg az aktívabbakat arra, hogy figyeljenek oda a saját környezetükben, azokra az elmagányosodó idős emberekre, akiket gyerekkorukból ismernek szomszédaik, rokonaik, hiszen pont az ő erőbedobásukkal, aktivitásukkal tudják őket is mozgósítani, újra bevonni a társadalomba, hiszen így tudunk egymásnak segíteni időskorban is. A Lokál TV kameráján keresztül szeretnék minden jubilánsnak, idős embernek nagyon jó egészséget kívánni, az, hogy a családjuk környezetükből ne csak a szeretetet, hanem az elfogadást is érizzék minden napon, illetve azt, hogy érezzék azt, hogy szükség van rájuk még a mindennapokban. Az esemény záró akkordjaként az ünnepeltek átvették az ajándékcsomagjaikat, majd aláírták a város emlékkönyvét. Azon jubilánsok ajándékcsomagjait, akik egészségügyi okok miatt nem tudtak részt venni az ünnepségen, családtagjaik vehetik át a novemberi hónap folyamán, vagy pedig a Városháza alkalmazottai eljuttatják számukra. Október 19-én a Füleki Prokultúra Férfikar 6. alkalommal szervezte meg az Örökzöld Melódiák Fesztiválját. Idei vendégeik a Salgó-Tarjáni Pedagógus Kórus, a Lampart Budafok Vegyeskar és a Ragyolci Jázmin Női Kar voltak. Az immár 104 esztendős kórus 1920-ban Magyar Dalkör néven alakult. Tevékenysége ma is töretlen, Szlovákia egyetlen magyar ajkú férfi kórusaként működik. A Füleki Prokultúra Férfikar a Kodály Napok minősítő versenyén immár 10-szer részesült aranykoszorús minősítésben. A kórus tagjai zeneszerető, kultúrájukat ápoló emberek, akik hisznek a kórus éneklés közösségformáló erejében, énekükkel büszkén képviselik Fülek városát s annak kulturális hagyományait. Tagjaik vallják. Múltunk hajszálgyökerei a dalaink, amelyeket elődeink reánk hagytak. Ez kell, hogy erősítsen bennünket, hogy erőt és reményt adjon minden napjainkban. Ennek jegyében szervezik meg évente kórus találkozójukat. Szerettünk volna hagyományt teremteni, és minden évben megrendezni az Örökzöld Államok Fesztiválját, és úgy gondolom, hogy ez sikerült is egy év kihagyással, most már 6. alkalommal. Elég széles skála volt, úgyhogy hazafiastól egyházin keresztül kettőt a legújabb dalokból énekeltünk most, és újítottunk, vagy újra énekeltünk a régi repertoárból. Azóta a hazaiak jutották, őket követték a vendégkórusok. A Salgó-Tarjáni Pedagógus Kórus 1958-ban alakult Virág László irányításával. Szép díjakkal és sok országos fellépéssel dicsekedhetnek.
1955-től Dicse Zsuzsanna a kórus művészeti vezetője. Repertoárjuk igen gazdag, a reneszánsztól egészen napjainkig terjed. 14 éves korom óta járok egyébként, nagyszüleim alapították, úgyhogy jó régen indultunk, kb. 68 éves már a kórus. Idén is nyertünk egy arany, országos arany helyezést. És amivel mára készültünk, hát a karnagyunk döntése alapján csupa vidámmal, mert az előző művek azok nagyon komolyra sikerettek, úgyhogy most mindenképpen szerettünk volna egy kicsit vidámabbakat. Az is szempont volt a művek válogatásában, hogy mi az, amit az új tagok már tudnak. A Lampart Budafok vegyeskar 1949-ben alakult, a budafoki zománcedénygyár énekelni szerető dolgozóiból. Karnagyuk vezetésével széleskörű repertoárjukban világi és egyházi zeneművek egyaránt szerepelnek. Választottam régiből is, egy Mozartot választottam, egy Ave Verum Corpust, ami egy gyönyörű mű, és azt gondolom, hogy egy ilyen helyen el kell, hogy hangozzon egy Mozart mű is. Aztán választottunk egy kortárs művet, amit Kocsár Miklós írt nekem, és akkor ezt nagyon szeretjük, ez egy Mária ének, ez volt a bemutatónk most. A Ragyolci Jászmin női kar 1996-ban alakult újjá, s mind a mai napig a helyi művelődési központ és a Csemadok alapszervezete mellett működik. Rendszeres résztvevői különböző népdalversenyeknek, fesztiváloknak, kórusversenyeknek, találkozóknak. Karnagyuk és hangszeres kísérőjük Tóth Ágnes. Készültünk egyházi művel, ilyen popos művvel és egy ilyen dobbal ízesített dallamokkal, ami egy szlovák zeneszerző nőtől származik, amit nagyon szeretnek a női tagjaim énekelni. A repertoárunk az nagyon-nagyon bő, sokat tartalmaz popos részt is, egyházi dalokat is, és ilyen hagyományos kóros műveket is, úgyhogy csak rábökünk, hogy na most ezt, és akkor át tudjuk ismételni. De új dalokat is tanultunk természetesen, az egyik a Lightfoot-tól a Dona Nobis Pacem, ez teljesen vadon, új most volt premier. A kórus találkozó közönsége ezúttal is mély művészi élményekkel gazdagodott. A Füleki Városháza felújítása az ütemterv szerint halad. Határtalan megemlékezés Füleken. Nemzetközi diáktábor zajlott Füleken. A város vezetése idén is köszöntötte a jubilánsokat. Dalolj, míg élsz, kórus találkozó volt Füleken. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb is várom önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!